A Kínából érkezett küldöttséget Shanxi tartomány tájékoztatási hivatalának minisztere vezette, és más politikusok, valamint üzletemberek is eljöttek vele. A Szegedi Tudományegyetem és Shanxi tartomány tájékoztatási hivatala a felsőoktatási képzés összehangolásáról kötött megállapodást. Emellett a hagyományos kínai és a modern magyar gyógyászatban rejlő lehetőségek közös kiaknázásáról szándéknyilatkozatot fogadtak el. Megnyitó beszédében Szabó Gábor rektor arra emlékeztetett, hogy az egyetemen már 2012-ben megkezdte működését a Konfucius Intézet. A Szegedi Egyetem és személy szerint én is kezdettől fogva támogattuk azt a gondolatot, hogy a Konfucius Intézet jöjjön létre, és ezzel egy valamiféle támaszpontja, kiinduló pontja legyen itt a környékünkön a kínai kultúrának. A Shanghai Egyetemről évek óta érkeznek hallgatók a szegedi jogi karra, még tőlünk oktatók mennek Kínába. Mint a rektor elmondta, szívesen fogadnak még több diákot Ázsiából. A Csongrád megyei önkormányzat és Shanxi tartomány testvérmegyei kapcsolata már 25 éve létezik. Az nem várható el, hogy holnap után alapkőletétellel ünnepeljük ezt a barátságot, meg az együttműködést, de azok és ugye itt a Csongrád megyei feladat a település fejlesztés kapcsán nekünk van befektetési stratégiánk, amit megismertetve a kínai féllel, megismertetve a tartomány vezetőivel, a közös fejlesztés közös együttgondolkodás alapját jelenthetik. A megye főként az itteni mezőgazdaság, a feldolgozóipar és a turizmus lehetőségeit ajánlja a kínaiak figyelmébe. A Shanxi tartomány a kínai népköztársaság majdnem 40 millió lakosú, gyorsan fejlődő, szinte mértanilag középső része, amelyet az ottani civilizáció egyik bölcsőjeként tartanak számon.